Tisztelt emlékezők! A Nemzeti Összetartozás napján tartott emlékező műsorunk kezdetén énekeljük el közösen a magyar himnuszt. Kedves vendégeink, köszöntöm Önöket az 1920-as trianoni békediktátum évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésünkön. Tisztelettel köszöntöm Pap Gábor urat, Hévízváros polgármesterét és városunk képviselőtestületének jelenlévő tagjait. Felkérem Pap Gábor urat, mondja el emlékező beszédét. Tisztelt emlékezők! 1920. június 4-e fekete napként vonult be a magyar történelembe. Szétdarabolt ország, szétszakadt magyarság, megtiport nemzeti öntudat, megalázás jutott osztályrészül a magyarságnak a trianoni diktátum aláírását követően. Az európai nagyhatalmak ízekre akarták szaggatni Szent István államát, megsemmisíteni kultúránkat, megrendíteni keresztény hitünket, sárba taposni nemzetállamunkat. Mert Európának nem volt szüksége a világháború után erős nemzetállamokra. Nem volt szüksége olyan országokra, amelyek népei dacolva minden viharral együtt és erősek maradnak, ragaszkodva a saját nyelvükhöz, a saját kultúrájukhoz, mélyen megélt vallásosságukhoz. Nem volt szükségük olyan nemzetállamokra, melyek alapját a konzervatizmus adja. Azaz a hagyományos családmodell, a nemzeti identitástudat, a keresztény kultúra. Európának olyan államokra volt szüksége, amelyekben a liberális szemlélet az úr, ahol a magántulajdon, a mammon uralkodik, a pénz rabjává és kiszolgálóvá kényszerítve a nemzeteket. A magyarság esetében Trianon után az elcsatolt ország részekben az új urak ehhez teljes erőbbel asszisztáltak. Ahogyan Bakos István magyar műveldéskutató rámutat, igyekeztek minden magyar emléket és emlékhelyet eltüntetni, megsemmisíteni, nemzetünket múltjából kiforgatni, ahol lehetett, átnevezték a településeket, az utcákat és a tereket,
levették vagy leveredték az emléktáblákat, eltávolították vagy megrongálták a szobrokat, kisajátították a közintézményeket, a középületeket, államosították az iskolákat, és vele a tanítás nyelvét és szellemét. Átírták a tankönyveket, és meghamisították a történelmet. Feloszlatták a polgár és egyházi társaságokat, egyesületeket, cenzúrázták még a jókai regényeket, az Adi, Petőfi, Arany és Vörösmarty köteteket is, betiltották a magyar szabadságra emlékeztető ünnepségeket, a dalokat, a magyar öltözetet. A magyar közösségi vezetőket, ahol és ahogy tudták, megalázták, internálták, leváltották, a magyar értelmiséget háttérbe szorították. A keresztény egyházak álhatatos képviselőit üldözték, az országhatárokat megerősítették, a magyar-magyar kapcsolatokat korlátozták, olykor tiltották. Végül mindent és mindenkit igyekeztek állami fennhatóság és ideológiai ellenőrzés alá vonni, maradék vagyonától megfosztani. Tisztelt emlékező közönség, ami ma történik Európában, kísértetésen idézi a trianoni időket. Az Európai Unió egyes politikusai mindent megtesznek azért, hogy az európai nemzetállamokat hasonló sorsra juttassák. Feldarabolni, szétosztani, ugyan konkrétan már nincs mit, de az eszközök tárháza a nemzetállamok megszüntetésére, a liberális nemzet és vallás ellenes Európa létrehozására végtelen. Szélesre nyitott kapukkal várják az Európán kívülről érkező tömegeket. Olyan embereket, akik merőben eltérő kultúrájukkal, hitvilágukkal próbálnak éket verni a nemzetállamok közé. Ebben a vallási ideológiában dominál az iszlám, amely tagadja az emberek egyenlőségét, mert az igaz hívő muzulmán mindig felette fog állni a hitetlen és pogány európainak. Az iszlám megköveteli a muszlimoktól hitük terjesztését, az erőszakos dzsiháddal, akár mások életének elvételével is. A dekadens, mammon szolgáló nyugat egyértelműen lemondott az ellenállásról, kísérletet sem tesz a keresztény kultúra védelmére. Gondoljunk csak bele, hol lenne most a trianoni utáni magyarság, ha ugyanezt engedte volna meg magának. Ha lemond nemzeti hőseiről, nemzeti kultúrájáról, nyelvéről és szokásairól. Mi? Itt élő és határainkon túli magyarok büszkék lehetünk arra, hogy nemzeti identitásunkat ennyi éven át történelmi viharok közepette is megőriztük. Minden találkozáskor megéljük az összetartozás felemelő érzését, vállalni tudjuk és merjük erkölcsi, vallási normáinkat, értékeinket. Tisztelt egybegyűltek! Trianon és a magyarság Trianon utáni sorsa legyen a példa és a megerősítés is számunkra arra, hogy az az irány, amelyet ma a magyarság követ, mérvadó, mértékadó és időtálló. Európa számára követhető, sőt követendő. Kívánom, hogy ezt Európa nemzetei is megéljék és megértsék egy sokkoló trianoni esemény nélkül is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm Pap Gábor polgármester úr emlékező gondolatait. Most kérem hallgassák meg Holzer Dórát, aki Juhász Gyula Trianon című versét mondja el. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha. Amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény. Hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha,
hogy a miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke. És miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett. Mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk. Magyar bölcsőket, magyar sírokat. Dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert ki feledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép? És ki feledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor? Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni, gyászban, ányban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hogy Arany János ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyás ringatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind, mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók, ó, nézzetek egymás szemébe, nyíltan, s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Holzer Dórát hallhatták, köszönöm a közreműködését megemlékező műsorunkban. Kedves vendégeink, a következő percekben Pap Gábor polgármester úr a képviselőtestület tagjaival, az I. és Gyula általános iskola tanulóinak közreműködésével koszorút helyez el a Nemzeti Összetartozás emlékművénél, és az elszakított területeket, az Őrvidéket, a Muravidéket, Horvátország részeit, a Délvidéket és Bácskát, Kárpátalját, a Felvidéket, Erdélyt és a Parciumot, valamint a nyugat-európai és a tengeren túli magyarságot jelképező kopjafáknál. A Nemzeti Összetartozás emléknapjára rendezett megemlékezésünk végén énekeljük el közösen a szózatot. Műsorunk ezzel véget ért, köszönöm a szíves figyelmüket, további szép napot kívánok mindannyiuknak.